Sziasztok! Ma a hatványozás témakörével fogunk megismerkedni. Nézzük úgy pontyalán, nagy, nagyon nem akarok belemenni a szabályokba, hogy mi is az, hogy hatványozás. Ha több ugyanolyan számot szeretnénk összeszorozni, mint itt látható például a hármat, ugye négyszer szoroztam meg, háromszor, 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 három, akkor van rá módunk, hogy megkönnyítsük a műveletet, ezt a lehetőséget ugye hatványozásnak hívjuk, ugye mint említettem, ha a hármat négyszer kell megszorozni, Önmagával akkor felírhatjuk egyszerűbb módon is rövidebben, úgyhogy 3 a negyediken, ugye az is ugyanazt adja ki, hogy 81. A 3 jelen esetben ugye a hatvány alap. A negyediken pedig a hatvány kitevő. Nézzük tovább, hogy a legkülönösebb hatvány kitevő az a nulla, muszáj vele is foglalkoznunk, hiszen bármelyik számnak kivéve a nullát, nulladik hatványa egy, három a nulladikon az is egy, három vagy négy a nulladikon az is egy, öt a nulladikon az is egy, és így tovább, és így tovább. Viszont meg kell jegyezni a nullánál, hogy a nulla a nulladikont nem értelmezzük, de van még egy szabály a nullával kapcsolatban, hogy a nullának bármelyik hatványa viszont mindig nulla. Ha nulla az első nulla, nulla a másodikon nulla, nulla a harmadikon nulla, nulla a negyediken nulla, és így tovább, és így tovább. Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy az egynek bármelyik hatványa egy. Azaz, egy az elsőn, az is egy, egy a másodikon, egy, egy a harmadikon egy, egy a negyediken egy, és így tovább, és így tovább, egészen a végtelenségig sorolhatnám. A hatványoknak is vannak azonosságaik, amely megkönnyítik az életünket, és ha eleget gyakorolunk, akkor már mechanikusan mennek majd a hatványozási feladatok. Ezeket az azonosságokat nem kell nagyon bemagolni, hiszen a függvénytáblában ezek is bent vannak, csak egy kicsit értelmezzük, hogy el tudjuk majd sajátítani ezeket az azonosságokat a... Feladatok megoldása során. A az ennediken az olyan n-tényező szorzat, amelynek minden tényezője a, azaz ha lefordítom, tehát a az ennediken jelenti, hogy ezt az at-t enszer megszorzom önmagával. Tehát a az ennediken azt jelenti, hogy az at-t annyiszor szorzom meg, amennyi a hatványkitevőben szerepelési. így tovább. Azaz, ez nem más, mint en darab tényező. Nézzünk gyorsan erre egy példát. Például 4 az ötödiken jelenti azt, hogy a 4-et 5-ször kell megszoroznom önmagával. Ugye ez 5-4-es, ezt kiszámoljuk, az 1024-et fog adni. Nézzük tovább. Azonos alapú, tehát azonos alapú hatványok szorzatát megkapjuk, ha az alapot a kitevők összegére emeljük, az ennedik szer, az ennediken az nem lesz ez M-diken, bocsánat, félreírtam. Tehát A az m szer A az M-diken, az nem lesz más, mint A az N plusz M-diken. Nézzünk erre példát, azonos ugye az alap, a hatvány alap, 4 négy a harmadikon, és mondjuk legyen 4 az ötödiken. Ez nem lesz más azonos hatványok esetén, mint 4 a 3 plusz ötödiken, azaz 4 a nyolcadikon fogja adni. Nem fogok most külön kitérni a, a kritériumokra, hogy a eleme legyen a valós számoknak, hogy emmésen legyen természetes szám, ezeket én most nem fogom külön jelölni. Nézzük a második azonosságot. Azonos alapú hatványok osztása úgy történik, hogy külön hatványozzuk a számlálót és külön a nevezőt, ugye azonos kitevőjű hatványok osztása így történik, tehát a per B az ennediken az nem lesz más, mint külön a számláló, külön a nevezőt. Nézzünk erre egy példát, mint például legyen a két ötöd a harmadikon, ugye külön a nevező, kettő a harmadikon, külön számláló és külön a nevező, ez pedig öt a harmadikon. Nézzük tovább, Azonos kitevőjű hatványokat úgy szorozhatunk, hogy az alapot az alapok szorzatás közös kitevőre emeljük. Például 7 a harmadikon, 5 a harmadikon, ugye ha követjük a szabályt, ez nem lesz más, mint 7 x 5, a harmadikon. Ha én ezt egy kicsit tovább bontom, hogy értelmezzük, külön-külön a hét a harmadikon micsoda, hogy a hetet önmagával háromszor megszorzom, ugyanígy járok el a, az öttel is. És mivel a szorzás, ugye azt megtanultuk, hogy asszociatív és kommutatív, az felcserélhető és csoportosítható, ezt még tovább úgy is fel tudom írni, hogy ugye csoportosítom és felcserélem 7x5 x 7x5 x 7x5, és ez fogja kiadni azt, hogyha én csoportokat képzek, hogy 7x5 x 7x5 x 7x5, és ugye ez adja azt, hogy 7x5 a harmadikon. Csak ez egy ilyen kis kitekintő volt. Nézzük tovább. Hatvány hatványozása úgy történik, hogy az alapot a kitevők szorzatára emelem, a az ennediken és az a káadikon, az nem lesz más, mint az k on Gyorsan egy példa, itt van a 9 a harmadikon, és ez szerepel a másodikon, akkor csak a, a Kitevőket összeszorzom, ez nem lesz más, mint 9x3 a másodikon, azaz 9 a hatodikon. Ugye csak összeszorzom, más teendőm ilyenkor nincs is. Nézzük tovább, itt van egy általános képlet arra, hogy az azonos alapú hatványok osztása hogyan is történik. Ezt Erre azért vonatkozik egy kis kis szabály. Szóval hatványok, azonos alapú hatványok osztása úgy történik, hogy a hányadosokat megkapjuk, ha az alapot a kitevők összegére emeljük. Nézzünk erre egy példát. Nézzük a 9 az és ez a harmadikon. Ugye, ha követjük az általános szabályt, ha én ezt most így kibontom, és elkezdek egyszerűsíteni, akkor azt kapom, hogy 9 a másodikon, azaz hogy kaptam meg, hogy a 9 az 5 ötödikemből kivonom a 3-at, és akkor ugyanúgy megkapom a 9 a másodikon. Igen ám, de mi van akkor, ha lent vannak többen? Mondjuk itt van fönt, hogy 9 a harmadikon, itt meg az, hogy 9 az ötödiken. Ha én ezt ugye ugyanúgy kibontom, akkor ugye, és egyszerűsítek, akkor itt azt kapom, hogy 1 per 9 a másodikon, az 1 per 9 a másodikont. Tehát, ha úgy számolnánk, mint az előbb, negatív kitevőt kapjuk, kapunk, tehát lényegében ugye az 1 per 9 a másodikon micsoda, a 9 a mínusz másodikon. Ha 1 per valami szerepel, akkor az biztos, hogy mínuszos kitevőt ad. Ezért vezettük be ezt az általános három esetre vonatkozó szavályt az azonos alapú hatványok hányodasaként. Például ugye a az n per a az m-en, ami, ami itt volt, ugye azonos az alap. És ilyenkor figyelni kell, hogyha az n nagyobb, mint az n. Ugye ez volt ez az eset, mikor az n az nagyobb volt, tehát az 5 az nagyobb, mint 3, akkor úgy járunk el, hogy n- m azaz 5-ből 3, akkor kapjuk meg a, a 2-t. Mi van akkor, ha az n és az m értéke azonos? ez például a 9 a harmadikon per 9 a harmadikon. Ugye, ha ezt is kibontanánk, 9 el -9, 9 9 9 9 és egyszerűsítenénk, akkor persze, hogy egyet kapunk, de jó, ha tudjuk, hogy ugye ez egyet ad, mert ha követjük a szabályt, 9 a 3 3 harmadikon, az ugye 9 a nulladikon, de mi megtanultunk, hogy bármelyik szám 0. hatványa 1. Ezért kap, ezért van ez a szabály. Van az, amikor az N értéke, tehát itt a felső érték, az kisebb, mint az N. Már hát ezt néztük meg az előbb, mikor a 3, ugye az ugye föld volt, alul a nevezőben pedig az 5 szerepelt, és az ugye nagyobb, mint a 3. Ekkor kaptuk meg azt, hogy 1 per 9 a második. Azaz az ötből kivontuk a 3, és ugye megkaptuk a kettőt, ugye ez a 1 per 9 a másodikon, ez lényegében a 9 a mínusz másodikon, mindig ha 1 per valami szerepel, amit már elmondtam, akkor az ugye mindig mínuszos kitevővé válik. Tehát általánosan a mínusz 1-en, ahol én itt mondtam, ezt a 9 a mínusz másodikon, ez ugye nem lesz más, mint 1 per a az n ennediken, azaz, ezt felírhatjuk úgy is, hogy 1 per 9 a másodikon. Általánosan tehát a az ennediken per a az emmediken, az nem lesz más, mint a az n mínusz emmediken, és ha az negatív kitevőt ad, akkor fogjuk így felírni a hatványunkat, de majd feladat közben erre lesznek példák. Tipikus feladatok hatványozás során, hogy melyik nagyobb. Ugye ezekkel a feladatokkal nem úgy járunk el, hogy bepötyögjük a számológépünkbe, és akkor megnézzük, hogy melyik nagyobb, és a relációs jelet egyszerűen kitesszük, hanem ugye ezt értelmezni kell ezeket a feladatokat, méghozzá úgy, hogy szépen ki kell őket bontani. Azonos ugye a hatvány alap, az 5 a 12 ennél nem fogunk tudni most mi most nagyon mit csinálni. Viszont a, nézzük a függvénytáblát, vagy, vagy elsajátítottuk és megtanultuk a szabályokat, akkor tudjuk, hogy hatványt Joghatványozása úgy történik, hogy a kitevőket összeszorozzuk, azaz 5 x 2, az ugye 10 ad, és melyik a nagyobb? Hát jó, hogy az, amelyiknek magasabb a hatványa, ugye azonos hatvány alap esetén, tehát az 5 a 12-en a nagyobb. 2 a 4 szer 2 az 5-en nagyobb, vagy a 2 a 4-en és az a másodikon. Ugye itt ö, sajátítjuk el az azonosságokat, azonos ö, alapú ö, hatványoknak a szorzása úgy történik, hogy a kitevőket összegre emeljük, azaz 2 a 4 plusz 5-en, az 2 a 9 lesz, ez pedig, ahogy az előbb megcsináltuk, ez pedig 2 a 8-on, itt is lehet látni, hogy a magasabb hatvány kitevőjű lesz a nagyobb, könnyű ezt eldönteni. Nézzük a C feladatot! Kettő a harmadikon, kétharmad a negyediken, vagy a 16 per 3 a negyediken a nagyobb. Hát akkor munkálkodjunk. Kettő a harmadikon, ugye ezzel nincs sok dolgunk, ez így marad egyelőre, vagy nem. De látjuk, hogy a 16-ot az ugye nagyon sok köze van, ha észrevesszük a kettőhöz. Ezek hasonlóak nem véletlenül adnak ilyen számokat. Ezért mi előveszük a jó öreg print tényezőkre való bontásos ismeretünket, és mindig a legkisebb osztójával kezdjük el bontani. Ez ugye a kettő. 8, kettővel osztok megint akkor, lesz négy, azt is kettővel osztom, kettő, kettő is egy. Egy, kettő, három, négy. Tehát a 16-ot fel tudjuk úgy írni, hogy kettő a negyediken, per három a negyediken, és látjuk azt, hogy bejött az az adonosság, hogy A az ennediken per B az ennediken, azaz ezt a kettő a negyediken per 3 a negyediken fel tudjuk úgy is írni, hogy kétharmad a negyediken. És ugye ebből látszik, hogy kétharmad a negyediken, kétharmad a negyediken, ez a két ö, tag bizony egyenlő. Nézzük tovább. Három a másodikon, és az a harmadikon, vagy a három a másodikon, szor három a harmadikon, és az a négyzeten a nagyobb. Ez a kérdés. Ezt elvégezzük, ugye kétszer három, az három a hatodikon, ezzel pedig úgy járunk el, hogy ugye azonos alapú hatvány nyok szorzása úgy történik, hogy a kitevőt összegre emeljük. Ebből az lesz, hogy 3 az 5-en, ugye? Mert 2 meg 3 az 5, és ez szerepel még a négyzeten, akkor már már is azt kaptuk, hogy hatványok hatványozása, ebből az lesz, hogy 3 a tizediken, hiszen 5 x 2, meg 3 a hatodikon van, akkor lehet látni, hogy melyik a nagyobb, hát persze a 3 a tizediken. Itt egy csalafintább feladat, 15 a 9 vagy 9 a 15-en a nagyobb. Észre lehet venni, hogy ilyen feladatoknál, vagyis hatványoknál mindig bontani kell, mindig bontást végzünk. A 15-nél is már szemet szúr, hogy az bizony föl lehet úgy bontani, hogy 3 x 5 a 9 -en. a 9 a 15 en pedig fel lehet úgy bontani 3 tényezőkre a 9-et, hiszen ez kiszúrja a szemünket, hogy az 3 a négyzeten. Ugye is ez van még a 15-en, hiszen még csak a 9-et bontottuk fel, 3 a négyzetre. Itt jön be, hogy szorzatot hogyan hatványozunk, külön is lehet. 3 a 9-en, szer 5 a 9-en, ebből ez lett, ez pedig nem lesz más, mint 3 a 30-on. És ebből lehet látni, hogyha hiába szorozzuk megni az 5 a 9-ennel, míg a 3 a 9-ent, akkor is szemet szúr, hogy a 3 a 30-on az lényegesebben ö, nagyobb számot fog kiadni, de ilyenkor, ha eljutottunk eddig, és bepötyögjük a számológépbe, akkor az már maximális pontot fog adni, hogy ö, ha így el, ö, felbontottuk a feladatot. És akkor most jönnek az, hogy számítsuk ki az alábbi kifejezéseket, hogy elsajátítottuk már az azonosságokat az előbb. Ezeket mindig úgy kell megcsinálni, hogy látjuk, hogy szorzat van közöttük, akkor nincs különösebben probléma, hanem. Szépen elvégzük a műveleteket, ahogy a szorzásos azonosságok mondták. Kettő a harmadikon, az a harmadikon, ugye külön hatványozhatunk, ez kettő a kilencediken szer, öt a harmadikon, és akkor ezt beírjuk a számológépbe, akkor kapunk 64 ezeret. Ennyi volt ez a feladat. Nézzük a következőt. 3 x 7 a 3-dikon, és az a 4-diken, per 3 a 6-dikon, szor 9 az 5-diken, szer 3 a 8-dikon, per 49 a 6-dikon. Na, ha ilyen feladatot kapunk, akkor egy kicsit pillancsunk a számokra, és lehet látni, hogy 3-as van benne, 7-es, 9-es is van benne, de ugye ezt mi át tudjuk írni hármasokra, mindig így kell eljárni a feladatnál, mindig vegyünk egy nagy levegőt, és látjuk szemet szur, hogy a 49-nek viszont van köze a 7-eshez. Na mindig így induljunk neki az ilyen feladatoknak. Kezdjük szépen el, és mindig haladjunk kis lépésenként. Végezzük el előbb a, a hatványozást. 3 a negyediken, szer 3 x 4, ugye az 7 a 12-en szer akkor a 9-et fel tudjuk mi úgy pontani, hogy 3 a négyzeten, még csak itt járunk, és akkor ugye ez van az 5-en, szer 3 a 8-on, Ilyen most lehet nyugodtan egy közös tört alá vonni, hiszen szorzás van köztük, három a hatodikonnal nincs, nagy gondunk, tudjuk, hogy a 49-nek van köze a 7-eshez, méghozzá úgy, hogy a 7 a négyzeten, ugye az adja a 49-et, és ez van a hatodikon. Na, ilyenkor más dolgunk nincs, most megint szí inkább írjuk le többször, mint hogy hibát vétsünk. ugye ilyenkor elvégzünk a szorzásokat, ez 10-en, ez 8-on, per az egész 3 a 6-on, szor 7 a 2 6 12-en. És akkor úgy, mint az x-es egyenleteknél, az azonosokat szépen összeadjuk. 3 a 4-en, szer 3 a 10-en, mert ugye említettem, hogy a szórzás az felcserélhető és csoportosítható, ezért így járunk el. 3 a 4-en, ugye azonosat az azonosa, 3 a 4-en, szer 3 a 10-en, az 3 a 14-en, szer 3 a 8-on, abból lesz 3 a 22-en itt fönt, ugye ezeket kivégeztük, és maradt a 7 a 12-en itt fent. Nézzük alul, itt összevonni nagyon nem tudunk semmit. És akkor most jön az, hogy a, a törteknek a hatványozását, azaz az azonosság, hogy végezzük el. Hát úgy, hogy az azonosokat összeszedjük, 3 a 22-en, per 3 a 6-on, ugye, hogy szólt az azonosság, hogy úgy szólt, hogy N-M, azaz 22-ből 6, akkor megkapjuk azt, hogy ez. 3 a 16-on, 7 a 12 7 a 12-en, 12-ből 12, az ugye 0, a 7 a 0 pedig ugye 1, tehát ezek mind kiesnek, és marad az, hogy 3 a 16-on. Nézzük a következőt. Így néz ki ez a feladat, és Pillancsunk egy kicsit rá, hogy milyen mm, csalafintaságok vannak benne. Látjuk azt, hogy a 32, 128, 64-nek nagyon-nagyon sok köze van a ketteshez, mert ha felbontjuk majd őket primtényezős szorzatra, akkor bizony szépen fel lehet őket bontani. Szóval ezekkel nem lesz probléma. Láthatjuk, hogy a 625 és a 25, annak pedig sok köze van az ötöshöz. Tehát mindig hasonlóságokra törekedjünk, sosem ugorjunk neki ilyen nagy számokkal, hanem ilyen hatványozás feladatoknál mindig bontsuk őket prim tényezőkre. Ha 32-t prim tényezőre bontom, akkor azt kapom, hogy 2 az ötödikem, ugye és ez van a harmadikon. A 625-öt is prim tényezőre bontom az ötösökkel, akkor a 625 az nem más, mint 5 a negyediken, és ez van még a másodikon. Per a 128-at kettes alapokra bontom, az 2 a hetediken, és ez van még a negyediken. Megyek tovább. 64-et is felbontom, abból lesz az, hogy 2 a hatodikon, és ugye ez van még az ötödikem, Per a 25-öt pedig 5 a négyzeten, és ez van még a hatodikon. Na akkor most szépen elkezdem a hatványokat összeszorozni. Ilyenkor eljutottam akkor már a törtes azonosság szerepel azonos hatvány alapoknál, 2 a 45-en per 2 a 28-on, az nem más, mint 2 a 45-ből 28-on, azaz, azt kapom, hogy... 2 a 17-en, na és itt van az, hogy 5 a 8-on per 5 a 12-en, 5 a 8 ból 5 a 12-enből kapom azt, hogy 5 a mínusz 4-en, azaz, ha én ezt szépen fel akarom írni, 2 a 17-en szer 1 per 5 a 4-en, ugye? 1 per a az n Ha az a minusz n-es azonossága az eszünkbe jut, és ha ezt még mindig finomítom, akkor ez 2 a 17-en per 5 a 4 -en. Ezt az eredményt kaptam. Akkor nézzük tovább. Na, itt van egy következő feladat, amiben már nem csak szorzás szerepel, hanem megjelent az összeadás jelünk is. És mi azt tudjuk, hogy összeget nem hatványozhatunk tagonként. Szóval nem fogunk úgy nekiállni ennek a feladatnak, hogy kétszer kettő, kettő a másodikon, szor három a negyediken, meg öt a másodikon, mert akkor oltári nagy hülyeséget fogunk kapni. Ezért szépen mi most munkálkodunk. Külön megcsináljuk azt, hogy három a négyzeten ugye az 9, kétszer 9, az 18, plusz 5. És ez van a négyzeten. De még mindig összeget nem hatványozunk tagonként. Ezért 18 meg 5 az 23, és ugye ez van a négyzeten, ez már nem összeg, ezt már nyugodtan hatványozhatjuk, és ugye eznek a megoldása 529 lesz. Jegyezzük meg, tehát hogy összeget... Nem hatványozunk tagonként. Nézzük ezt a következő feladatot. Itt is szerepel egy összeadásjelben, szóval nem állunk neki úgy, hogy ö, négyel hatványozunk mindent, még az egyet is, hanem szépen elkezdjük összeszorozni a dolgokat. 3 kettő a negyediken. 2 a negyedikent kiszámoljuk, és ö, azt megszorozzuk hárommal, akkor azt kapjuk, hogy 48, 48 meg 1 az 49, és ugye ez van a negyediken, per, akkor ezt meg szépen el tudjuk végezni, ez meg 7 a 9 -en. És akkor most már megint szembe tűnik, hogy a 49 az 7 a másodikon, és ez még a negyediken, per 7 a 9-en ezt elvégezzük 7 a 8 komból 7 a 9 en az 7 a mínusz elsőn, azaz 1 per 7. Egy hetedet kaptunk. Tipikus feladat továbbá még hatványozásnál a hozzuk egyszerűbb alakra típusú példák. Ezeket be kell gyakorolni, és akkor simán bármilyen feladatot elénk rakhatnak. Gyorsan ezt az azonosságok alapján megoldjuk. 12-ből 7, az pedig az ötödiken. Nézzük tovább. Itt van ez a bonyolult feladat. Ennek úgy állunk neki, megnézzük, sehol sem szerepel benne összeadás vagy kivonás, tehát nem összeg, hanem mindenhol szorzások vannak, akkor állunk úgy, hogy szépen elvégzük a hatvány műveleteket. És akkor ugyanígy alul is szépen beszorozzuk, tagonként mivel szorzat, és akkor az azonosokat szépen szorzat, ugye felcserélhető és csoportosítható, az azonosokat megfogjuk, egybe rakjuk, a negyediken szer a hatodikon, ugye az a 10-en, szer a harmadikon, az a tizenharmadikon, B a nyolcadikon szor B az elsőn, ugye? az B a 9-en szeregy, az BA 10-en lesz a B-ből itt fönt. Alul pedig az azonosak. Ez B a 12-en, és marad az A9-en. A Na, és akkor most szépen egyszerűsítgetünk. A13 per A9, ugye a szabály úgy mondja, hogy A13-ból 9, akkor azt kapom az arra, hogy a, a negyediken, 13-ból 9 az 4, 10-ből 12 pedig a B-2, és ha ezt még én szép szebb alakra akarom hozni, ugye az 1 per B négyzet, azaz A a negyediken per B a másodikon. Ez lett a megoldása. Még mindig hozzuk egyszerűbb alakra, itt van egy ilyen jó kis törtes feladat, szorzatál mindenhol, ezért szépen én elvégzem ezeket a, a hatványos szorzásokat mindenhol, inkább többször leírom, mint hogy egyszer se. Ugye mínusz egyszer, mínusz három az három, mínusz szor kettő az mínusz hat, Megyek tovább. Alul is hasonló módon járok el. És akkor most szépen itt is elkezdem összevonni a hasonlókat. 6ból 14 az, ugye alul azt kapom, hogy egy pár. B a nyolcadikon, most így fogom felírni, mínusz nyolcból mínusz 4 itt meg azt kapom, hogy egy per a negyediken, azaz törtel tört úgy osztok, hogy a reciprokkal szorzok, azaz azt kaptam, hogy B a nyolcadikon szor A a negyediken a feladatnak a megoldása. Írjuk fel a törteket hatványok szorzataként. Ugye itt van a jól ismert módszer, hogy tényezőkre kezdem el őket felbontani, mindig a legkisebbben. Az 5-12-t a kettesekkel fogom felbontani, az az lesz, hogy 2 a 9 en 81 az pedig 3 a 4 -en. És akkor ezt tovább akarom bontani, ez nem lesz más, mint 2 a 9 en 3 a mínusz negyediken. Ugyanígy járok el a következővel, 6, 25, 5-ös printényezőkre bontom ez 5 a negyediken, a 2, 56 ot kettesekre, ez 2 a nyolcadikon, és látható, hogy ez nem lesz más, mint 5 a negyediken, en 2 a mínusz nyolcadikon. Tipikus feladat még a hatványozásnál, hogy úgy szól a feladat, hogy zsebszámológép használata nélkül számoljuk ki a következőket. Na hát itt is szépen mindent fel kell bontani. Látható, hogy a 12-nek sok köze van a 4-eshez, meg a 9-eshez. Ezeket mindig rögtön fel kell bontani. A 12-t ugye fel lehet úgy bontani, hogy 3x4. Az 5-en, alul pedig ugye a 9-est, 3 a négyzeten, és ez van még a négyzeten, a 4-est pedig. Ugye nem nagyon érdemes mert felbontanunk, mert itt szerepel egy négyes, de ezt is fel lehetne úgy bontani, hogy kétszer kettő, de ne bonyolultjuk az életünket, maradjon ez négy a negyedikennel. És akkor végezzük el szépen. Három az ötödiken, szer négy az ötödiken, per. 3 a negyediken, szer, 4 a negyediken, hasonló, hasonlóan, 3 az ötödiken, az 5-ből kivonjuk a 4-et, az 3 az elsőn lesz, 5-ből 4, az pedig 4 az elsőn, azaz 12 lett a megoldása. Nézzük a következőt. Ugye itt is fel kell nekünk bontani, nézzük meg, hogy milyen hasonlóságot mutatnak a 9-est, 3-as, Bontjuk. A 6-ost fel lehet úgy bontani, hogy 3 x A 10 nem érdemes, mivel a, a 200-ast fel lehet úgy bontani, hogy 2 ugye? A 32-t pedig kettesekre, és akkor nagyjából hasonlóvá is válik, és hogy tudunk majd egyszerűsíteni. Szóval a 6-ost azt fölbontjuk úgy, hogy 3x2. Az marad így. ezt felbontjuk úgy, hogy 3 a négyzeten harmadikon, ezt felbontjuk úgy, hogy 2 ször 100, 32-t meg felbontjuk úgy, hogy 2 az ötödiken. És ez az egész van a harmadik hatványon. Akkor szépen itt belül először elkezdek rendezkedni. Mielőtt még az egészet én most 3-a, 3 hatfányra tenném a tagokat, ezért először én itt bent előbb ö, szépen letisztázom magamban a, a dolgokat, ö, tehát ö, magyarán mondva leegyszerűsítek, 3-a, 6 3-a, 6 ez egyet ad, 2-a, 6-dikonból, akkor itt van még kettő az első, szer 2 az 5-en, ez 2 a 6-on, ugye, itt, kettesekből, mert ez az elsőm. 2 a hatodikon, 2 a hatodikon ugye leegyszerűsítünk, egyet ad. 10 a másodikon, az pedig ugye 100, ami itt van, és egyszerűen az lesz, hogy 1 a harmadikon, és egynek bármelyik hatványa 1. Ez volt a feladat ennyi volt. Ha ezt jól megértjük, begyakoroljuk, akkor nem okoz majd gondot nekünk a hatványozás, mert a hatványozás az a gyökvonásnak az alapja, amivel majd a következő leckébe megyünk tovább. Sziasztok!